A szigetvári Weiner Leo alapfokú művészeti iskola növendékei is bemutatkoztak azon a jótékonysági bálon, amit a helyi zeneoktatás javára rendeztek meg. A fiatal tehetségek mellett pedig hazai sztárok is színpadra léptek. Talpó vagyok, a színeimben másképp ragyog, még annyi mindent érezték, csak szerelemben létezik. A rendezvényt egyébként 25 évvel ezelőtt szervezték meg először. A zeneoktatás intézményi keretek között pedig már 51 éve működik Szigetváron. Akkor alakult meg az alapítványunk, és akkor jött az az ötlet, mivel hogy Devjén Ferenc művész urat megkeressük, aki a környéken vette egy szép birtokot magának, hogy vállalna egy kuratóriumi tagságot, ő igent mondott, és az ő ötlete volt, hogy tartsuk minden évben egy jótékonysági bált, és attól kezdve tulajdonképpen folyamatosan szinte voltak ezek a bálok. Hidd el, az örökre szól, az örökre szól, már érzed a lényeget, neked jó, nekem jó, így súlytalan, mindenki pihenek holnaptól, de majd Szigetváron nem sok alkalmas helyszín van erre a dologra, régen még annyi se volt. Annak idején a Tinód általános iskola éttermébe tartottuk az első bálokat, és miután átadták ezt a csodálatosan szép Makovec vigadót, akkor költöztünk át ide. Mindig teltházas voltak ezek a rendezvények. Hát ugye most két vagy három évvel vagyunk már egy ilyen világ, egy rossz világhelyzetben benne, és most újra elkezdenénk ezeket a dolgokat feleleveníteni. Nagyon nehéz megmozgatni az embereket manapság, ezt a zeneiskolában érezzük, amikor egy-egy hangverseny van, de hát nagyon szeretnék, hogyha ez valóban fellendülne, és valóban jönnének sokan, itt lennének a bálon is, meg természetesen a zeneiskolai hangversenyeken is. A sztárfelépők között akadt olyan, aki most először vesz részt az eseményen. Heinz Gábor Biga és Vermes Tíme után a Bombon szórakoztatta a közönséget. Szolnoki Péter azt mondja, számára mindig is fontos volt a jótékonykodás. Nekem világéletemben nagyon fontos volt azt, hogy olyan jótékonysági dolgok mellé álljak, ami főleg a gyerekekről szól. És mivel én is voltam zeneiskolás, én is jártam zeneiskolában, nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy zeneiskolában legyen hangszer, megfelelő eszközök legyenek, és természetesen olyan tanári kar, akik a jövőre fel tudják készíteni a gyerekeket. Úgyhogy ha ezt meg tudjuk támogatni egy kicsit anyagilag, akkor talán a jövőjük is biztosítva lesz. A meghívott vendégek között ott volt még Dandó Zoltán zeneszerző és Simó Anna Mária énekes is. Kirakja össze már, ez volt a kérdés, a napok múltak, de meg nem válaszoltál.
Szigetváron egyébként 1969 óta működik zeneoktatás. Közel 400 diák tanulja a klasszikus hangszereken kívül már a néptánc és a színjáték alapismereteit is. A Weiner Leó alapfokú művészeti iskola célja, hogy a művészeti nevelés hatásos módszerével minél több kisgyerek megismerkedhessen, és a megszerzett tudást az élet más területein is sikeresen alkalmazza. Ezt az elkötelezettséget támogatják azok, akik ezen a jótékonysági bálon vesznek részt, hiszen a befolyt összeget a gyermekek oktatására, de akár eszközök, hangszerek beszerzésére fordítják. Az esemény állandó vendége Demjén Ferenc is, aki a kezdetek óta támogatja a helyi zeneoktatást. Haláláig pedig Somló Tamás is aktív részese volt a korábbi rendezvényeknek.